A 10. és 17. kerületben április 20-án és 21-én irathatták be szüleik gyermekeiket az általános iskolai intézményekbe. A kelet-pesti tankerület igazgatósága a beiratkozás sikerességéről a héten határozat formájában értesíti a szülőket. 2017. januárjától a köznevelési intézményeknek már nem csak a fenntartása, hanem a működtetése is átkerült a tankerületi központokba. Ebbe beletartoznak a köznevelési intézmények, ezen belül általános iskolák, középiskolák, az egységes gyógypedagógiai módszertani központok és az alapfokú művészetoktatási intézmények. Április 20-án és 21-én tartottak beiratkozást a 10. és 17. kerületben, az általános iskolai intézményekben. A beiratkozó diákok számának adatait jelenleg is összesítik. A héten fog kiderülni, hogy kiket vettek fel az egyes intézményekbe, erről a szülőket határozat formájában értesítik. Új internetes felületen is fel kell vinni, regisztrálni kell a pedagógus kollégáknak az adatokat, ez a bizonyos Kréta rendszer, ennek a felvitele folyamatban van. Az igazgató kollégák és a kollégáim ebben a pillanatban éppen háttéregyeztetéseket folytatnak, azt nézik át, hogy melyik iskolába hányan jelentek meg szülők beiratni a gyermeket, hány gyermekről nem tudunk, mert nem jelentek meg, kik azok, akik jelezték, hogy másik iskolába fogják vinni, van-e olyan, hogy óvodába marad a gyermek. Minden gyermeket elsősorban a körzetes iskolájába kell felvenni. A beiratkozáshoz a gyermek lakcímkártyája és a szülő személyi okmánya szükséges. Elvált szülők esetén a gyermek elhelyezéséről szóló határozatot is be kell nyújtani a kelet-pesti tankerületi igazgatóságra. Összesen 2063 kisgyermeket vártunk ebbe a beiratkozási időszakba. Nekem olyan adataim vannak most még, ami még nem teljesen végleges, ebből 466-an óvodába maradtak, 485 gyermeket nem találtunk, mert nem jelentkeztek a beiratkozásnál, 126-an más iskolába fognak menni, és 236 esetben pedig duplikált jelentkezést találtunk, ami azt jelenti, hogy más iskolába is beiratta a szülő a gyermeket. Minden szülőnek kötelessége, hogy tanköteles gyermekét beírassa. Ha nem kerül sor a beiratkozásra, akkor az feltételezhető, hogy az egyén veszélyezteti a saját gyermekét, hisz minden gyereknek meg kell adni a jogot a tanulásra. Hangsúlyozta dr. Varjúné, dr. Fekete Ildikó. Ilyen esetben, mikor nem találunk gyermekeket, mi a járási hivatalhoz fordulunk, és ők levél útján értesítik ki a szülőt, kérik, hogy jelenjen meg, jelezze, hogy miért nem jelentkeztek, hol tartózkodnak, ha külföldre távoztak, akkor pedig annak az iskolának egy befogadó nyilatkozatát küldjék meg, ahova beiratták a gyermeket, mert ha ezt nem teszik meg, ennek súlyosabb pénzfizetési kötelezettségei is vannak, amit a hatóság fog kirólni a szülőkre, hogyha nem teljesítik a jogszabályi kötelezettségüket. A gyermek tankötelessé válása után még egy évig maradhat óvodában. Ezt igényelheti a szülő, ha úgy érzi, hogy pszichésen és fizikálisan nem elég fejlett a kisgyermek, illetve kérhetik az óvodapedagógusok is, akik a pedagógiai szakszolgálathoz fordulhatnak, ahol egy vizsgálat keretében megállapítják, hogy iskola érette a beiratkozó.